Az önkormányzati választást követően mind a 4 polgármester jelöltet megkértük, hogy értékeljék a kampányidőszak és a választás eredményét. Palocsai Béla a Momentum színeiben a 11. számú egyéni választókörzetben szerzett korábban mandátumot, a Mindenki a 15. kért frakció vezetője is volt, majd 2 évvel ezelőtt a pártból kilépve független képviselőként folytatta tovább a testületben a munkát. Függetlenként azt gondolom, és akivel többen indultunk volna, nekik is ezt mondtam, függetlenként jelen pillanatban ebben a politikai helyzetben semmi esélyed nincsen. Attól függ, hogy milyen éppen a politikai környezet, ha nagyon haragszanak arra a városvezetőre, aki éppen van, akkor egy jobb eredményt is el lehet érni, akár 2 személyűt is. Ha jól végzi a városvezető a munkáját, akkor néhány százalék az az eredmény, amit meg lehet csípni, fogalmazunk így. Én így kezdtem el, vagy vágtam bele ebben a tudatban, de azért ezt a kampányom elején, és hát szerintem az országvilág tudja, mert tettek róla, hogy egészen más megvilágításba helyezzék. Én bíztam benne, hogy nem függetlenként fogom, pontosan függetlenként fogom végigcsinálni, de be fog állni mögém egy olyan szervezet, legalább is mondjuk félhivatalosan, aki nagyban meg fogja növelni a nyerési esélyeimet. Tehát amikor végül felvettem, és elég későn ezt a aláírási évet, akkor így kezdtem neki. Egyébként nem egyedül vágtam volna, hanem volt egy csapat. De végül lebeszéltem őket, mondtam, hogy ez egy olyan vállalkozás, amit nem biztos, hogy ők ezt szívesen végigcsinálnák, és ez beigazolódott elég erősen. Úgyhogy nem bánom, hogy végül nem vállalták el, majd egy másik alkalommal. Palocsai Béla nem került be azok közé a polgármester jelöltek közé, akik elnyerték a Tisza párt támogatását a kampány során. Sőt, független jelöltként arról a lehetőségről is lecsúszott, hogy kompenzációs listán ismét bekerülhessen a testületbe. A kerületben induló többi független jelölttel több alkalommal egyeztetett, így adta magát a kérdés, hogyan kívánnak a kerületi közéletben szerepet vállalni a továbbiakban. Én számomra teher volt együttműködni. Főleg az utolsó 2 évben, miután kiléptem ugye a frakcióból is, ennek a kampányom során egyébként nem szerettem volna negatív kampányt. Tehát úgy vágtam bele, hogy csak arról szeretnék beszélni, hogy miben változtatnék a városvezetés hozzáállásán. Tehát mit gondolok arról, hogy hogyan kellene 21. században a városvezetésnek a városról gondolkozni. De aztán elindult egy nagyon erős félelem velem kapcsolatban, főleg a Tisza miatt, és hát mondjuk úgy dafke. Ha amilyen adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Úgyhogy azok a videók, amiket végül lehoztam, azokat nem most arra szántam, azokat sokkal jobban kidolgozva a elkövetkezendő hetek és hónapoknak lett volna a története, pont azért, hogy ne az legyen, mint amit most sokszor megkaptam, hogy ez egy kampányvideó, ebből semmi nem igaz, ez kampányfogás, tehát ezt szeretném volna elkerülni, mert ezek nagyon súlyos, komoly ügyek, amikkel az embereknek, amikről érdesülni kell és tudni kell róluk. Nem így lett. Ha korábban elindulunk, és ezt nem az utolsó pillanatra hagyjuk, hanem tehát létrehozunk egy ernyőszervezetet, akkor nem kellett volna Tisza se hozzá. Tehát a mi hazánknak van egy darab képviselőjelöltje listáról, lett volna nekünk is egy darab képviselőjelöltünk listáról, de nem az volt elsősorban a cél, amikor indultunk, hogy pozíciókat szerezzünk, az volt a cél, hogy a városvezetésnek a felfogását változtassuk meg, és ennek egyetlen egy akadálya van, az a volt, vagyis a jelenlegi és a leendő polgármester. A választás napján az országos médiában szinte mindenhol olvashattuk, hogy Palocsai Béla rendőrségi ügybe keveredett, így arról is megkérdeztük, szerinte ezek a hírek befolyásolhatták-e a megítélését a választók szemében, valamint arra is kíváncsiak voltunk, a későbbi szerepvállalásait mennyiben befolyásolja majd ez az ügy. Biztosan volt olyan, aki emiatt meggondolta magát, de nem hiszem, hogy ez tömegesen befolyásolta a választás napján. Ha ez korábban történik, akkor minden bizonnyal, tehát kezelnem kellett volna magát az ügyet is, tehát el kellett volna mondanom, hogy van egy másik változata is, mint amit a palotai mártírius előad,
a 444 meg a többi újságon. Egyébként ebben az esetben egyedül a 444 volt korrekt, mert ők felhívtak telefonon és adtak lehetőséget arra, hogy elmondjam, hogy én szerintem mi történt. Az összes többi újság pedig gyakorlatilag csak Dr. Münchhausennek a változatát közölte le, és az egyik még talán meg is egyezte, hogy várják az én hozzáfűzni valómat, mert hogy ők megkerestek. Nem kerestek meg senki, hanem szemlézték és egy az egybe hozták át. De ezt korábban is ez történt, tehát annyira nem hatott meg. Szóval szerintem nem befolyásolhatta. Tehát annyira gyorsan történt, az embereknek csak egy része olvas feltétlenül napi szinten újságot. Mikor leszavaztak, akkor megdöbbenhettek, hogy úristen, mi történt, és én erre adtam le a szavazatot, és miért. De én inkább azt hiszem, hogy aki rám adta a szavazatot, az kétféle ember volt. Az egyik, én azt gondolom, hogy egyharmada lehetett, aki tudatosan az én nevemet választva, engem ismerve, a munkámat ismerve, vagy már találkoztunk, engem választott. Kétharmad pedig nem volt kibékülve egyik oldallal se. Tehát ez inkább egy olyan kritika volt. A Fideszre alapból sem hiszem, hogy akart volna szavazni, de inkább egy fricska, és nem kezdett mérlegelni, hogy jaj, de hogyha nem oda húzom be, akkor a Fidesz fog nyerni. Egyébként sokkal több ember szavazott volna független jelöltre, és most direkt nem magamat mondom, hogy rám, hanem egy független jelöltre, mint amhányan a végül szavaztak, de elkezdtek taktikai szavazást, hogy viszont, hogyha oda húzom, akkor a Fidesz meg fogja nyerni, és ettől való félemből. De egyébként ez látszik a polgármester eredményén, tehát sok százalékkal csökkent ahhoz képest, mint amennyit az előző választáson kapott, de leginkább akkor meglepő ez az eredmény, hogyha összevetjük, hogy az egyes pártok milyen eredményt értek el EP választáson, mert az tiszta. Tehát itt megszűntek pártok létezni, akiknek képviselői vannak bent. Sőt, mondhatjuk azt, hogy ha gonosz akarok lenni, akkor valójában itt nem léteznek már pártok. A jelenleg vezető, vagy regnáló, vagy leendő képviselőtestület mögött, úgyhogy itt nagyon sok képviselőnek első, vagy utolsó ciklusa lesz véleményem szerint. Amennyiben fel lehet mutatni egy olyan alternatívát, amelyik elhiteti a választókkal, hogy ezt lehet másképp is csinálni. És akkor az korábbi kérdésre a válasz, hogy mit szeretnénk, alternatívát felmutatni. Ez egy 5 éves munka, amit nem lehet megspórolni. És mondjuk úgy, hogy van terv. Azért ez az ügy, ami a legvégén volt, ez a rendőrségi ügy, azért hát hagy némi kérdést az én szerepemet illetően, hogy nekem kell-e, vagy szabad-e egyébként vállalni közszerepet. Ha cinikusan azt mondanám, hogy akár országgyűlési képviselő is lehetek, annyi, hogy én nem csoportosan követtem el, hanem egyedül 4 emberrel szemben. Tehát ha így nézzük, akár még országgyűlési képviselő helyett miniszterelnök is lehetek, hogyha ezt etalonnak tekintjük. De nem szeretném elviccelni, mert valójában ezt végtelenül szégyellem. Tehát sok dolog magyarázza, hogy ez megtörtént, de semmi sem menti az én szemembe. Most, hogy mi lesz ennek a kimenetel, az mindegy, de akkor is ez egy olyan, hát mondjuk, hogy egy fekete folt lesz az életemben. De ez feltétlenül nem zárja ki azt, hogy én később évben politikai szerepet vállalhassak, amennyiben tudunk olyan munkát végezni, és remélem tudunk olyan munkát végezni, hiszen rengeteg lehetőség van, ami előtte állt az mostani képviselőtestület előtt is. Tehát semmi újat nem fogok kitalálni, talán, de fogok újat kitalálni, mint amit most meg szerettem volna valósítani. Tehát ezeket a munkákat egyszerűen végigcsinálom. És akkor be fogom tudni bizonyítani, hogy az a csapat, ahova tartozok, akár velem együtt is képes leváltani ezt a mostani és a leendő képviselőtestületet.